Fegyverropogás verte fel szombat délután a kárpátaljai Munkács környékét. Mihajló Lányó ellenzéki parlamenti képviselő emberei és a jobboldali szektor fegyveresei között tört ki a tűzharc, amelyben legkevesebb 2 meghaltak, további 9 személy pedig megsebesült. A jobboldali szektor az európai integráció melletti és a Janukovics rezsim elleni tavalyi Majdán tüntetések önvédelmi erőiből jött létre. A szerveződéshez számos valódi háborús tapasztalatokkal rendelkező veterán csatlakozott. Az ukrán biztonsági szolgálat és a rendőrség vasárnap elkezdte kimenekíteni annak a Munkácshoz közeli községnek a lakosait, amelyeknek közelében elbarikádozták magukat a jobboldali szektor szélsőséges szervezet fegyveresei. Az ukrán biztonsági szolgálat és az ukrán belügyminisztérium nyilatkozata szerint a falu békés lakói mindenekelőtt a gyerekek biztonsága érdekében döntöttek a hatóságok a kiürítés mellett. A munkácsi tragikus eseményekről szóló hírek, televíziós képek azt a célt is szolgálják, hogy megfélemlítsék a kárpátaljai embereket, de mi nem félünk Kárpátalján magyarnak lenni. Jelentette ki Brencovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament képviselője a Tiszaújlakon tartott hagyományos turul ünnepségen. Beszédében Brencovics a többi között kiemelte, a kelet-ukrajnai háború, a létbizonytalanság rányomja bélyegét a kárpátaljai magyarság életére, amit tovább súlyosbítottak a halálos áldozatokkal és sebesülésekkel járó szombati munkácsi események. Eddig ez a háború távol volt, most pedig egy pillanat alatt megérkezett Kárpátaljára. Ha Ukrajna deklaráltan Európához kíván csatlakozni, akkor nem engedheti meg az önbíráskodást, a törvénytelen fegyverviselést, nem engedheti meg, hogy felfegyverzett személyek mások életét veszélyeztessék, fogalmazott a KMKS elnöke.